Vedd be a kapszulát. A kéket vagy a pirosat? Ez nem az a film, vedd be mindkettőt. Mi? Azonnal! Jó, beveszem. Mostantól egy bomba van a gyomrodba. Mi a fasz? Mi volt ez? Gránátalma? Kussolj! Átléped a vonalat, romba! Milyen vonalat? Kussolj! Szevasztok! Mai napig nem értem, hogy Christopher Lambert hogy, vagy miért, vagy merre. Én a Gyilkosság lólépésben című faszakis B-thrillerből ismertem meg a francia fenegyereket, és csak később láttam a Hegylakót, vagy a Felejthetetlen Mortal Kombatot. De mindezek közben persze még ismerettséget kellett kötnöm a Fortress-szel is, amely bizony magával rántott 33 emelet mélyre a pokolba. Mi a kurva szar ez? A 80-as, 90-es évek B-filmjeinek valóságos sámánja volt Christopher Lambert. Ezeknek a filmeknek a hangulatát, sajátos képi és tartalmi jellemzőit nála jobban kevesen tudják teljes mellszélességgel képviselni. Számomra legalább oly mértékben és módon ford össze a neve a 80-as, 90-es évek félgagyi őrjöngéseivel, mint Chuck Norris-é. Ha megláttuk egyikük nevét a videótéka 50 forintos kazettáinak valamelyikén, biztosak lehettünk benne, hogy bár így is csúnyán ráfizetünk, a szennyedék szórakozás és másfél órás kikapcsolódás garantált. Valahogy úgy. Lássuk tehát a Fortress-t. Lambert és felesége készül áthaladni a határon, ahol a futurisztikus határőrök mindenáron érintő képernyőt akarnak, ezért kocogtatják az üveget veszettül, mint hiába, majd oda küldik a nőt egy Jedi lányhoz. Következő! De az megkegyelmez neki, ám végül mégis lebuknak, hogy az asszonykán ólommellény van. Mindenkinek szarnapja lesz, aki nem hord legalább 200 tonnás ólommellény! A mellény viselése különben fakultatív. Úgyhogy csapkodnak kicsit, majd rohannak át a hídon, de Lambertet beharapják a kutyák és legott letartóztatják. Aztán egy hatalmas kamiont láthatunk elrobogni, melyet a Skander bajnokságra készülő Hawk vezet, aki a fiának akar bizonyítani. Ja, nem, valójában ez egy rabszállító busz, amely a sivatagban épült csúcs börtönbe viszi a sok senki házit. Rögtön mesztelenre vetkőztetik a kanokat, igazán szólhatna a film női börtönről, majd beküldik a gyomrukba a robbanó fájdalom kapszulát, melynek hatását rögtön demonstrálják is egy vonalakat átlépő nyomorulton. Sönyörgök, adják abba! Nem bírom! Adják abba! Ez micsoda? Jézusom! Aztán leereszkednek 33 emelet mélyre, és a kamerákkal megfigyelt lézervédett cellákba terelik őket, gondosan megágyaznak a retyó mellett. Az a tiéd! És kiderül, hogy a kamera még a tudatukba is belelát, Bodiker élvezettel meg is kínozza a paráznát álmodó Lambertet. Te minden éjszaka vele álmodsz! De mindig mellette ébredek fel! Utána teljesen hiteles kényszermunkát végeznek, a kopasz meg a haverja számháborúzni viszik a fiatal srácot, ezért büntetésből lézerkalitkába zárják őket. Aztán Bodiker megmutatja egy bukós isakon, hogy Lambert nője is a börtönben van, úgyhogy kedélyesen kérdőre vonja a fekacsávót. Most döglesz meg, de rögtön, ha nem mondod meg. A számos homlokú verekedést szít, és a nő is szemtanúja lesz, amint látványosan kiukad a vak bele, és mindenkire egyszerre jön rá a cifrafosás. Volt, aki halálra piszkolta magát, mások teljesen jó nadrágokat tettek tönkre. Lambertet büntetésből bepörgetik. A főnökről kiderül, hogy félig ember, félig robot hibrid, Lambert meg teljesen bezombul a körhintától, de mivel a nője közben egész jól összemelegedik Bodikerrel, hozzáfér a csúcs számítógéphez és megébreszti a kómás fiút. Aztán olyan ultra igényes képeket láthatunk, mint a fecskében és zokniban picsájukat meresztő foglyok, akik a gyomorbomba kiiktatásán ügyködnek az ágy alatt. A méger srác kilop a főnöktől egy térképet, és a mindentlátó számítógép pont nem látja, aztán ki is vetítik a hologramot a cellában. És a mindentlátó kamera pont nem figyel. Elég lesz már. Aztán valami mágnessel kiöklendeztetik egymásból a robbanó epeköt, a főnököt megmenesztik állásából a csaj iránt lobbant szerelme miatt. A szokásos álverekedéssel terelik el a figyelmet, és szöknek a csövön tempósan, a feka meg teljesen túljátsza a hatástalan gyomor zsinnyegtetés feletti örömét. A szökevények harci klónokkal küzdenek, és más filmcímekkel dobálóznak. A tökéletes katona. Interceptorokat aktiválni. Lövöldöznek, futkosnak, tüzelnek, majd betörnek az igazgató úrhoz, de mielőtt dumálni tudnának, félbe szakad a találkozó. A lányt megmentik a hentes asztalról, ha foglyok okosan szökni próbálnak.
Majd Lamberték elvágtatnak a kamionnal és szülni mennek egy farmra, de a gép megbokrosodik, és miután Lambert felgyújtja, egyenesen a rögtönzött szülőszobába megy felrobbanni, de a baba és a csaj már tök máshol üldögélnek boldogan. A film két alternatív befejezéssel készült, én eredetileg a megkurtított verziót láttam, amelyből az önállóan életre kelt kamion kivágásra került. Nos, kár lenne elkezdeni a filmről anélkül beszélni, hogy leszögeznénk, mekkora ótvaros gagyi. Eszement igénytelen a rendezés és az operatőri munka is, a színészi játék említésre sem méltó, mindenki szalagavató minőségben ripacskodik, és a történeten nagyobb lyukak tátongnak, mint a gyomor robbantott félhülyék torzóján. Ugyanakkor azt sem lehet eltagadni, hogy a film próbálkozik. Talán ez a szó a próbálkozás jellemzi leginkább. Tedd! Vagy ne tedd! De ne próbáld! Számtalan olyan, egyébként hasonló nívójú B-film létezik, amely a legkisebb fáradtságot sem veszi, hogy a fajék egyszerű alaptörténetét kifejtse és megtöltse legalább valamiféle harmadgyenge mondani valóval. Az esetek nagy többségében ezek a B-mozik megelégszenek azzal, hogy felbüfögnek egy alaphelyzetet, aztán beleküldik Norris, Langrent vagy Segalt vergődni. Nos, a Fortress ennél azért nagyobb erőfeszítéseket tesz, még ha legtöbbször el is bukik. A közeli jövőben játszódó film a túlnépesedés kontextusába helyezi magát, annak egyetlen túlszabályozását állítja alaphelyzetül. A születésszabályozás alapproblematikáján túl a társadalom fölötti teljes hatósági kontroll ijesztő perspektíváját is felrajzolja a képletes és nagyon is fizikai határátlépések irgalmatlan megtorlásával. Olyan társadalmi problémák is terítékre kerülnek, mint a kapitalizmus túlburjánzásának réme, amely a büntetés végrehajtás multinacionális, profitorientált cégek kezébe való kiszervezésének képében jelenik meg. A kapitalista céges lobby és terjeszkedés mellett a technológiai fejlődés bajós istenítésének témáját is karcolgatja a Fortress, a félig ember, félig robot börtönigazgató képében, aki saját elmondása szerint az evolúció következő, hőn áhított szintjeként manifesztálódik. Egy humanoid, amely sosem éhes, sosem fárad, sosem panaszkodik, és nincsenek érzései, kitűnően állítható a maximális profit és teljes érzelemmentességgel vezérelt hatalom szolgálatába. Én egy gép vagyok! Hasonlóan sok kortárs skifihez, mint például a Screamers, a Fortress is foglalkozik a kiborg-szerű karakterek humanizálódásával, hiszen az igazgatót végül épp azt teszi alkalmatlanná feladata ellátására, hogy érzelmeket kezd táplálni Lambert nője iránt. A teljes társadalmi kontrollt biztosító, mindent látó kamerák, amelyek már a végső intim szféránkba tolakodnak, szintén ijesztően aktuális témaként merülnek fel a Fortressben. Láthatóan egyre kevésbé vagyunk már távol ezektől a futurisztikusnak és kerületdőnek szánt mechanizmusoktól. Mindamellett újra emlékeztetnem kell arra, hogy a film embertelenül gagyi. A szennyedék színészi játékot nem segíti az ízléstelen beállítások és a rettenetesre írt dialógusok elegye, a karakterek kidolgozatlanok, döntéseik esetlegesek, motivációik zavarosak, az egész megvalósítás igénytelen, de végtelenül, és hiába a remek ötletek, azok vagy kifejtetlenek maradnak, vagy a kifejtés során a páratlan gagyiság miatt potenciáljukat vesztik, pedig azzal sem vádolható a film, hogy teljes pénztelenség közepette kellett volna megszületnie. Nem spóroltam semmit! A Fortress tehát egy igazi 90-es évek B-film, a megjelenése pillanatában kultfilmé váló fajtából, a 90-es évek utánozhatatlan atmoszférájával és érdekes, komoly témákkal a felszín alatt, de sajnos olyan mélységben, ahová tehetség hiány még az alkotók sem érnek le, Christopher Lambert pedig bár láthatóan mindent belead, valójában csak gagyi ripacskodást látunk tőle. Fogd be a pofádat! Nem már! Stop!